My pleasure. Hello, hello, sziasztok, fiúk, lányok! Team Blacky volnék, és elérkezett az első Katarina Guide-os videónk végre. Nagyon sokan kértétek, hogy készítsek egy ilyen videót igazából, és nagyon sok kérdésetek is volt ezzel kapcsolatban, hogy mit, hogy kell csinálni Katarinával, mit, miért kell csinálni Katarinával, és stb. Ezért ugye nyilvánvalóan, mint mondtam, el fogok készíteni nektek egy ilyen Katarina guide-os videót, amivel remélem, hogy fogok tudni segíteni, és remélem át fog jönni pár dolog, ami úgymond segíthet nektek a fejlődésben. Beszeretnék mutatkozni azoknak, akik esetleg nem ismernek. Hát sziasztok, én Blacky vagyok. Lényegében magamról annyit szeretnék mondani, így LoL-al kapcsolatos dolgokat, hogy szezon 1 óta játszok a játékkal, vagy a szezon 2-3 felé kezdtem el kiménelni a Katarinát, ha lehet ezt így nevezni, és igazából nagyon sokat játszottam, amellett, hogy AD carry main voltam, mid main voltam, tök mindegy milyen main voltam, Katarinával mindig játszottam, ez nem volt kifogás, hogy ne katarinázzak, ezért igazából szeretem, kedvenc karakterém közé tartozik, és a streamem általában csak a Katarináról szól. Szóval lényegében ennyi, elég sok mindent elértem Katarinával, amire tök büszke vagyok, igazából sikerült elérnünk a világszinten második Katarina helyezést. Ez egy tök jó dolog, és tökre örülök neki, és azóta is próbálok fejlődni, igazából minél feljebb. És mellette ugye elértük a kihívók osztályát szezon 4-ben körülbelül. És azóta is tartjuk, remélhetőleg tartani is fogjuk. Na hát lényegében ennyit szerettem volna én magamról mesélni. Én bele is kezdenék igazából, nem tudom mennyire hosszú videó lesz. Nem akartam olyan hosszúra fogni ezt az egészet, szerintem gyorsan lepörgetjük, megpróbálok érthetően magyarázni nektek. Most egy kicsit könnyebb dolgom van, mert nem spammeljetek szét a csetemet, és nem muszáj figyelnem közben az ilyesmi dolgokra. Hát igazából én el is kezdeném, hát kezdjük szerintem az legalapvető dolgokkal, a rúnákkal, a rúnák, buildek, stb. Aztán majd folytatjuk. Egy nagyon standard rúnával szoktam kezdeni, mint általában mondhatni minden egyes játékos ilyen assassin karakterekre, ugye az Electrocute-tal. Az Electrocute egy nagyon tökéletes rúna szerintem Katarinára, ugye burst-je miatt könnyen ki lehet használni, ezekre később ki fogunk térni, hogy hogy lehet legkönnyebben kihasználni az Electrocute-ot, stb. Szóval lényegében a rúnám úgy néz ki Katarinára általában minden gémben, viszont nyilván vannak kivételek, és ezekre is ki szeretnék később térni. Szóval az első rúnám nekem úgy kezdődik, hogy Electrocute, Sudden Impact, Eyeball Collection, utolsónak Raven, az Hunter-t szoktam hozni, és igazából a secondary-be én Triumphot hozok, ugye a Precision fullben, és a Cope the Grace-t. Remélem jól ejtettem ki amúgy, elég ilyen tájszólásos angol akcentusom van, de hát nyilvánvalóan megértitek meg, felismeritek a rúna neveket, és igazából utána nyilvánvalóan Offense-t hozok mindenbe, mert hogy értitek, Adaptive Force-t, és hát az utolsónak pedig a defense-be általában ugye attól függ, hogy mi ellen lénelek, hogyha esetleg egy AD-s ellen, akkor armort, ha esetleg egy Magic Resist-es ellen, akkor vagyis Mage ellen, akkor Magic Resist-et nyilvánvalóan. Erre bővebben ki fogok térni, mivel fontosak a rúnák szerintem, és konkrétan három rúnáról fogok beszélni, kettőről fogok most mesélni. Az egyik az Electrocute, amit az előbb elmeséltem, és a másik a Dark Harvest. A Dark Harvest ugye egy teljesen más playstyle Katarinának. Hát persze, nem a legkönnyebb. Ez ugye egy kicsit ilyen safe-ebb az egész. Inkább megyünk a late game-re, ahol több lesz a sebzésünk, stb. Kb. Ugyanezt hozom, mint Electrocute-ba, ugye nyilvánvalóan csak Dark Harvest-et hozok. Ez egy kicsit szépebb, mint az Electrocute. Ugye ez egy kicsit logikus, mert farmolni kell stackelni ezt a rúnát, úgymond. Viszont az Electrocute-tal meg már early-ben is akár burstölhetsz nagyokat, és ezeket kihasználva igazából nagyon jó roamokat, vagy esetleg first bloodokat
tök mindegy, bármit tudsz alkotni. Később ki fogunk térni a Conqueror-re is, amikor az itemeknél leszünk, és igazából még szeretnék mesélni nektek majd az Electrocute-tal, hogyan lehet a legjobban kombózni, stb. Hogyan tudjátok ezt betriggerelni legkönnyebben. Igazából kitérhetünk az itemekre. Az itemeknél én ugyebár Longsword-el szoktam kezdeni, igazából általában mindig, sokan azt mondják, hogy de hát akkor nem kapsz AP-t. Igen, nyilván 0 AP-val fogsz kezdeni, viszont higgyétek el, sokkal több sebzésetek van, és sokkal több mindent ki tudtok hozni egy Longsword-el, mint egy Dark Seal-el. Ezt higgyétek el, tapasztalatból mondom. Legelsőnek a Cutlass-t veszem ki, sosem veszem ki a Revolvert, sokkal jobban ki tudod használni a Cutlass-t, ezt majd későbbiekben megmutatom. Electrocute miatt is, stb. Van úgy, hogy revolver helyett igazából ki is veszem a Magic Pencipőt. Ezt általában akkor csinálom, hogyha nagyon megindulok ugye early-be, jó early game-en van, tudok snowballozni, ezért könnyebben roamolok cipővel igazából, és segít is későbbiekben. Utána már, hogyha bízom abban, hogy meg lesz nem sokára a gunblade, akkor van, hogy kiveszem a cipőt hamarabb. Igazából a harmadik itemnek mindig Morellót építek. Nagyon ritka az az eset, amikor Zonyát kell kiépítenem, ez nyilván megtörténhet ilyen is, amikor például megszáll az enemized, vagy esetleg a csapatban, az ellenséges csapatban van egy V, vagy egy Nautilus, vagy egy ilyen, tudjátok, ezek a kis cancer buildek, ezek ellen van, hogy ki kell vennem a Zonyát harmadik itemben, de inkább Morellót ajánlanék nektek is. Majd a negyedik itemnek, hogyha nagyon szükséges, például, hogyha Zed van, akkor negyedik itemnek már ki szoktam venni a Zonyát. Ötödik itemnek Voidot szoktam venni. Nagyon szeretem stackelni a Magic Peneket, igazából nagyon jól működik a Katarinával, és ilyenkor nem az a fontos, hogy minél több AP-d legyen, hanem minél többet tudj sebezni resetek után. És igazából elértünk a hatodik itemhez. Nagyon sokan mondtátok, hogy miért nem veszek Rabadont a Katára. Megmondom őszintén, nagyobb szinten nem nagyon szeretek Rabadont venni. Nem tudom annyira kihasználni, és igazából tök jó item tényleg. Tökéletes item lenne Katarinára. Viszont én nagyon szeretem az ilyen safe-ebb playstyle-t late game-be már. Nagyon kiszoktam várni a CC-ket, és ugye helyezkedni próbálok. Ezért inkább hatodik itemnek, ez nyilvánvalóan az én play stílusom, úgymond, játék stílusom. Én egy G-át szoktam kivenni, vagy egy Mavot. Ez ugye függ attól, hogy mennyire AD-s ez a nemi csapat, vagy mennyire AP-s, lényegében erről szól. Aztán van úgy, hogy amikor már tudom azt, hogy nagyon erős vagyok, akkor van, hogy én is kiveszem a Rabadont, de inkább a safe-ebb build-et ajánlom. Ugyebár mondtam, hogy három rúnát fogok elmesélni, ezért elértünk a harmadik rúnához, a Conqueror-höz. Igen, a Conqueror-ra is játszak a Katarinát, és amúgy elég jól is működik, mert jó tud lenni. És igazából azért mondtam, hogy most fogok kitérni, mivel hozzá csatolnék egy itemet, amit csak is Conqueror esetén szoktam megvenni, és ez nem más, mint a Death Dance. Lényegében ugye Rune is hasonló, csak Conqueror. Na, közben át is öltöztem gyorsba, bolond furuja pörög. Én azt mondom, hogy igazából ugorjunk át a in-game részéhez. Meg fogok nektek mutatni igazából minden egyes trükköt, falátugrásokat Katarinával és hasonló dolgokat, szóval tartsatok velünk. Na hát, skacok, itt is vagyunk in-game. Igazából most meg fogom mutatni nagyjából nektek, hogy hát a W-E kombót, ugyebár mit tudtok vele csinálni, hogyan tudtok átugrani vele falakon. Elég egyszerű, annyira skilleket nem fogom bemutatni, szerintem ezt hát nagyjából mindenki tudja. Szóval akkor kezdődjenek a falátugrások.
Na jó, van srácok, nagyjából ezek voltak a fontosabb falak, amiket át tudtuk ugrani, úgymond a WE kombóval. Igazából most meg szeretném nektek mutatni, hogyan tudjátok ezt a falátugrást máskülönben kihasználni, hogyha esetleg cooldownon van a W-tek, vagy hasonló, ne ijedjetek meg, attól függetlenül ugyanúgy át tudjátok ugrani. Ezeket meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan lehetséges. Hát srácok, nagyjából ezek voltak a fontosabb átugrások a QE kombóval. Igazából ehhez még annyit tennék hozzá, mint láthattátok az előbb, hogy nem mindig dobta át a pengémet, miután lehúztam egy kempet. Hát igazából ehhez csak annyit mondanék, hogy ne ijedjetek meg attól függetlenül, hogyha nem megy át a penge a fal túloldalára, mivel hogyha a szélére ráugrottok a pengének, attól függetlenül át fog dobni titeket. Szóval ez ilyen kicsit becsapós. Ugyebár Katarinával régebben rá lehetett ugrani a vardokra, viszont ezt kiszedték, de szerencsére be van téve a játékban az, hogy a sumpóval rá tudok ugrani különböző dolgokra, mint például a Blazkon, vagy igazából a plentekre, hasonló dolgokra, ezt meg szeretném nektek mutatni. No going back. A fal átugrásához még van egy ilyen titkos módszer, úgymond, az nem más, mint amikor felhasználod a saját csapattársadat, vagy esetleg az ellenséges karaktert, ahhoz, hogy átugord a falat. Ezt megmutatnám nektek. Lényegében arról szól az egész, hogyha közel áll a társad a falhoz, és a szélére ugrasz, akkor ugyanúgy eldob a falon, mint hogyha egy dagger lenne. Na srácok, mint említettem, vissza fogok térni arra, hogy hogyan outplay Zeddet, vagy akár hogyan játsz Zed ellen. Igazából az ultiát fogom bemutatni nagyjából. Én ezt a taktikát úgy hívom, hogy a bolond provokálós taktika. A lényeg az lesz, hogy közel megyek hozzá. Ő valószínűleg le fog ultizni, mert ugye Zed player, és főleg, hogyha kevesebb HP van, mint most, akkor 100%-ig le fog ultizni. A lényeg az, hogy amint közel megyek hozzá, és megvárom, amíg lejön az ultiból, instant el fogok ugrani. Ezt megmutatom nektek, hogy hogy működik. Provokáljátok neki, amikor lejön, egyből elugrottak. Igazából ezzel kihúzzátok az ultiát, és később akár könnyebben meg tudjátok ölni. És lényegében ez elég egyszerű, viszont hogyha kevesebb HP-d van, akkor lehet, hogy kockázatos, de higgyétek el, hogy néha megéri. Az ugrásról még annyit szeretnék elmondani, hogy van egy nagyon fontos dolog, amit igazából használni tudtok akár élesben. Ez nem más, mint az auto-attack reset. Igazából a sumpódal el tudod érni azt... Hú, közben teleportált egyetek rá. A sumpódal el tudod érni azt, hogy két auto-attackot vigyél be nagyjából egyszerre, igazából nagyon rövid időn belül. Ez lényegében annyiból áll az egész, hogy auto-attackolsz egyet, majd utána auto-attack lényegében. Megmutatom nagyjából. Be fogom mutatni nagyjából, hogy milyen kombókat használok, és ezzel a kombóval igazából meg fogom mutatni, hogy a Hexag Gunblade az miért is jó a Katarinának. És hát igen, ezt a kérdést feltettem nektek streamen, de most be is mutatom, hogy miért. Igazából a slow miatt ez egy nagyon jó dolog. Meg fogom mutatni nektek most a lekövetős kombót, ami arról szól, hogy ugrasz, W, vagy lehúzod, utána ugrasz. És ezt a kombót igazából kombózni fogom a Gunblade-del. Bemutatom, hogy hogy. Elsőnek rá fogok ugrani Minionra, majd W, hát igazából elsőnek E, Hexag Gunblade, utána W, Q, és utána igazából le tudod követni a dagger, a slow és a dagger miatt.
Ready for trouble. Hát srácok, igazából most meg szeretném mutatni az egyik legműködőképesebb trade kombót, amit lane phase során szoktam használni, akár level 3 után már egyből használom. A lényeg az lesz, ezt elmondom röviden, lekúzod a miniont, abba valószínűleg abba a daggerbe nem fog beleállni az ellenfél, viszont miután ráugrasz a daggerre, dupla vézel egyet, hátra szaladsz, és abba már valószínűleg bele fog állni az ellenfél. Ezt meg is mutatom, hogy működne. Srácok, sokan kérdeztétek az egy hit kombót Katarinával, amit igazából a streamen nagyon sokszor alkalmazni szoktam. Szóval röviden annyiból áll az egész kombó, hogy egy olyan bokorban állsz, ahol nincs visionjük rád, és jön feléd az ellenség, W-vel kezdesz, majd amikor már majdnem beleér a daggerödbe, a W daggerödbe, akkor lekúzod, E, Gunblade és ulti. Ez garantált egy hit kombó, hogyha van elég damage-ed, és nyilvánvalóan az ellenfél nem egy hatalmas tank. Ezt meg is mutatom nektek, hogy hogy működik. Hát srácok, gondolkoztam rajta, hogy mennyire menjek rá az alapkombókra. Igazából úgy döntöttem, hogy szerintem semmi értelme nem lenne, mert az ilyen nagyon alapkombókat valószínűleg már ismeritek sokan. Ezért inkább megmutatom az ilyen hasznosabb, vagy esetleg olyan kombókat, amiket mondjuk eddig hát nem is ismertetek, vagy esetleg nem is gondoltatok rá, hogy ilyet is meg lehet csinálni. Igazából az első kombót, amit beszeretnék mutatni, az a... Hát igazából az, hogy hogy szedjétek ki a carry-t, attól függetlenül, hogy hátul áll. Ugye, mint mondtam, hogy elég fontos Katarinánál a helyezkedést, viszont ezt a kombót nagyon szeretem használni azért, mert ez ilyen becsapós kombó, igazából olyan, mintha menekülnél, aztán meg bám, visszaugrasz. Lényegben az lesz, képzétek, hogy az első dummy jelenleg egy tank, és hátul van a carry. Q-val kezdek, azért, hogy legyen hátul a carry-knél egy daggeröm mindenféleképpen. Majd ugye valószínűleg ki fognak állni belőle, ezért te hátra szaladsz, amiben majd ők visszamennek, és igazából egy visszaugrasz Gunblade, aztán W ultit. Ez egy ilyen nagyon hirtelen kombó, de higgyétek el, hogy bármikor ki tudjátok szedni vele a carry-t. Visszatérnék a Gunblade-hez, igazából a slow miatt el tudjátok érni azt is, hogy miután ráugrottok az ellenfélre, benne maradjon a W-tekben. Mint mutattam az előbb, igazából ez a lekövetős taktika, viszont ilyenkor nem egy minionra, vagy nem egy valamire ugrottok, hanem egyenesen rá az ellenfélre. És a slow miatt benne fog maradni a W-tekbe. Úgy fog kinézni a kombó, hogy ráugrak W Gunblade, majd utána Q és E, hogyha már még szükség lesz rá. Srácok, megtörténhet az, hogy elmisszelitek az ugrásotokat, ezért hát CD-re kerül az ugrás, viszont ilyenkor nagyon könnyen kisegíthetitek magatokat egy flash-sel, ami megoldhatja a problémát. Ezt megmutatom nektek nagyjából, hogy fog kinézni. Meg szeretném nektek mutatni, srácok, a dupla deggörös kombót. Igazából ezek a dolgok megtörténhetnek, viszont ki is alakíthatjátok magatoknak. Most igazából bábukon fogom megmutatni, de próbáljátok meg elképzelni, milyen lehet enemy karakteren, ellenséges karakteren. Viszont annyit elmondanék erről a dupla deggörös kombóról, hogy reszetek után nagyon sokszor ez kialakul, hogy a földön egymáshoz nagyon közel két deggör van. Ilyenkor rengeteg damage-etek van, hát hogyha beleugrottok a deggerbe és találtok vele ellenséget. Higgyétek el nekem, hogy megéri ilyenkor kipróbálni, aztán a későbbiekben majd érezni fogjátok, hogy nagyjából mennyit sebeztek, de higgyétek el, hogy ha két degger van a földön, akkor rengeteget tudtok sebezni egyszerre. Nagyjából megmutatnám ez, hogy néz neki. Ha
Srácok, említettem, hogy meg fogom mutatni nektek, hogy mikor szoktam rómolni, és mikor éri meg legjobban. Ezt általában Canon Wave utána szoktam megcsinálni, miután leklíreltek a Wave-et, és mint említettem, Katával azért annyira nem nehéz. Hát level 5-től én már szoktam rómolni személy szerint. Hát srácok, ennyi lett volna egy ilyen kis rövid guide-os Katarina videó. Annyit még elmondanék, hogy ha esetleg van még kérdésetek, nyugodtan feltehetitek YouTube YouTube kommentekben, vagy leírásban megtaláljátok a streamemet, és mint mondtam, majdnem, hogy naponta szoktam streamelni, bármikor feltehetitek nekem, élőadásban tudok nektek válaszolni. Remélem tudtam segíteni nektek ezzel a videóval, ha már egy minimálisat is, akkor én annak is örülök, és lehet, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen hasonló videók, ha esetleg van rá igény. Még meglátjuk. Addig is köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Blacky voltam, és sziasztok. Akár valami bőrszesebb, ami könnyen meg tudna ölni téged early-be, vagy könnyen le tudja pókolni a HP-dat, akkor viszont van, hogy Doran Shield-et... Hello, sziasztok! Na jó, ez mi? Vágod? Kiégtem. Kiégtem. Meg van nyitva az OBS, és valaki befogó volt. És izé megszólalt Alexó, hogy hello, hello, sziasztok. Ilyen nincs. Csak vedd újra, és kivágom. Jó, Istenem.